Hát elsődlegesen a társasági adóból adható támogatásnak a célja az az utánpótlás nevelés. Természetesen ez évek alatt beérik arra, hogy a nagy versenycsapatok is profitálnak majd ebből, és erősítjük természetesen az utánpótlás bázisokat, amik itt kialakultak, de arra is nagyon kell figyelni, hogy azokat a kisebb műhelyeket is megtaláljuk és támogassuk, akik eddig csak szívből, lélekből csinálták ezt a történetet, most egy kis anyagi biztatást is tudnak kapni ehhez. A szövetségnek erre kell figyelnie, hogy jól legyen felhasználva ez a pénz, ne kerüljön kalandorok kezébe, és tényleg az utánpótlás tudjon fejlődni belőle. Nagyon jó lenne, hogyha ezeket a BL meccseket, azokat mindenki láthatná, és hát nem mindenki láthatja. Ez irányban van esetleg valamilyen elmozdulás, vagy próbálkozás, hogy mondjuk több emberhez eljuthassanak ezek a BL meccsek? Nem a szövetség rendelkezik a közvetítési jogokkal. Mi rendelkeznénk a közvetítési jogokkal, akkor azért az üzleti modellnek azt a szeletét is figyelembe vennénk, hogy hányan láthatják, hiszen az Európai Szövetségnek sem lehet érdeke az, hogy nem csak 1%-os nézettsége van mondjuk egy MKV Veszprém Csehov mérkőzésnek. Nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk, mind az Európai Szövetséggel tárgyalunk, mind a DigiTV-vel, a Magyar Televízióval tárgyalunk azon, hogy hogyan lehet ezt a kérdéskört rendezni. És ugye van egy erőteljesebb módszere is ennek a dolognak, az, hogy kezdeményeztük a média tanácsnál olyan rendelet meghozatalát, ami kiemelt nemzeti eseményén nyilvánítja ezeket a bajnokok ligája mérkőzéseket, és annak bizonyos követelményei vannak, minimum 60, illetve 80%-os lefedettséggel lehet csak közvetíteni, úgyhogy ez is egy járható út. Én hiszek a tárgyalásos útban, ettől a DigiTV az elmúlt időszakban elzárkózott, pontosabban a megegyezés után visszamondta a megállapodást, úgyhogy én azt gondolom, hogy folytatni kell mindkét irányt. Ugye az Olimpiai Bizottság közgyűlésén vagyunk, és sokan beszéltek arról, hogy a férfi kézilabda csapatunkkal lehetne igazán jó ez a magyar csapat. Lesz egy olimpiai válogatott torna, előtte pedig egy Európa-bajnokság, ami ennek a felkészülésnek a jegyében zajlik majd. Ön mivel lenne elégedett itt az Európa-bajnokságon? Hát én azzal, hogyha megnyernénk az Európa-bajnokságot, mert akkor direktbe ott vagyunk az olimpián. Én azt gondolom, hogy úgy is kell tekinteni minden ilyen világversenyt, hogy úgy menjünk oda, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Nem szabad csak felkészülésnek tekinteni, hiszen akkor magunkat csapjuk be, akkor elégedettek leszünk akár egy csoport negyedik helyel is, mert játszottunk 3 jó meccset az oroszok, spanyolok és franciák ellen. Ez az egyik része. Tehát én azt szeretném, hogyha kialakul egy olyan csapat, ami erős és várhatóan jól fog tevékenykedni, teljesíteni. A másik pedig az, hogy hozzá kell tennem, nem tudom, mikor megy adásba ez a mai beszélgetés, de holnap, illetve december 14-én és 12-én játszanak Brazíliában, és van 3 kulcsmérkőzés, amit ha jól számoltuk éjszaka, akkor annak a pozitív eredménye, számunkra kedvező eredménye azt jelenteni, hogy a női válogatott ott van az olimpiai selejtező tornán. Hát még reménykedjük, vagy szurkoljuk ki ha jól tudom, a svédeknek, a montenegróinaknak és a románoknak a győzelmet a VB-n, és akkor reménykedhetünk, hogy jól számoltunk.